Köszöntöm a TV Szentendre nézőit! Először lássuk híradónk tartalmát röviden. Jubileum. Az öreg diákok köszöntötték a 60 éves Móricz Zsigmond gimnáziumot. Évforduló. 65 éves a Muzika Beáta kórus. V8. Első víz alatti hoki OB az uszodában. Hatvan éves fennállását ünnepli idén a Móricz Zsigmond gimnázium. A jubileum alkalmából egy programsorozattal készült az iskola a tanévre, aminek legutóbbi állomása a Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesületének találkozója volt. Szeptemberben egy különleges tanévet nyitott meg a Móricz Zsigmond gimnázium, mert az iskola fennállásának 60. évfordulójára emlékeznek idén. 6 évtized nagyon sok idő, főleg egy oktatási intézmény életében, ami nagyon sok kiválóságot adott nem csak a városnak, de az egész országnak. Október 17-én a Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesületének szervezésében egy találkozóra hívták az iskola egykori és jelenlegi diákjait és tanárait. Az Öregdiákok Egyesületét 5 évvel ezelőtt alapították, 2010-ben, és hát többféle céllal jött létre. Nyilván az első cél a hagyományok ápolása, az öreg diákok által alkotott speciális közösségnek az összefogása, de van olyan feladatunk is, hogy szociálisan rászorult öreg diákokat támogassunk. Ez gyakorlatilag minden év végén, főleg pénzadományokban szokott megvalósulni. A hagyományunk ápolásának a másik fontos formája, hogy különböző rendezvényeket szervezünk. Ilyen rendezvények, ami öreg diákok, akik valamilyen módon eredményt értek el, szebb eredményt, akik ismert emberek, azokkal szoktunk interjút csinálni egy beszélgetés műsor keretében. Tehát több, minden évben körülbelül 2-3 ilyen műsorunk van. A jubileumúr rendezvényünk az egy hosszabb sorozatnak az eleje. Ebben együtt magunk a Móricz Zsigmond gimnáziummal, és egy erre a tanévre 5-6 programot tervezünk. Ennek a, lehet mondani, a nyitó programja maga az évnyitó volt, a második programja ez az öreg diák találkozó. Ez egy kicsit kezdeményezés, mert ilyen találkozó tudtommal még nem volt, és hát szeretnénk, ha sok öreg diák eljönne, de természetesen szeretnénk azt, hogy a egykori tanáraink itt legyenek, szeretnénk, hogy a gimnáziumi tanárok itt legyenek, és a ma fiatal, későbbi öreg diákok is itt legyenek. És a műsorunkat úgy állítottuk össze, hogy olyan szereplők vannak benne, akik kötődnek az iskolához. A Szentendrén élő családok sok gimnázium közül választhatnak, mert minden intézmény jellegét, típusát tekintve eltér egymástól. A Móricz Zsigmond gimnáziumba évről évre sok diák kér felvételt, ami egyfajta pozitív visszajelzés a vezetésnek a külső személyektől. Így ahogy az ember öregszik, egyre szebbeket egyébként, szerintem ez egy általános jellemző. Nyilván amikor itt voltam, akkor ezek vegyes emlékek voltak, de mindig az vége a lényeg, gyereknek is azt szoktuk mondani, hogy amikor visszatekintesz valamire, akkor pozitívak legyenek az emlékek, és ezek pozitív emlékek. Nyilván nagy része személyes, tehát olyan dolog, ami emberekhez, helyzetekhez kötődik, és esetleg másnak nem mond semmit, de hát pont erről szólnak az ilyen alkalmak, hogy mindenkinek megvan ezernyi apró kis emlékszál, kapcsolat, ami ezt a elmúlt éveket, évtizedeket olyan szépé teszi. Igazából ez egy programsorozat, együttműködve az Öreg Diákok Egyesületével, hiszen ez most tulajdonképpen egy ő rendezvényükön veszünk részt, igazából a vendég funkcióban vagyok én most itt jelen, de hát sok mindent csinálunk. A zárás, ami a leglátványosabb, az egy júniusi gála műsor lesz, ahova majd várunk minden szeretettel, és arra törekszünk, hogy olyan rendezvény sorozat jöjjön létre, ami egy picit az itt lévő gyerekek mindegyikéhez eljut. Tehát nem elsősorban a nagy rendezvényekre törekszünk, hanem arra, hogy sok kicsi, apró, elnyúló, heteken át tartó, vagy esetleg tanórákon is megjelenő eseménnyel emlékezzünk, és erősítsük az összetartozásukat a gyerekeknek is. Hamarosan a nyílt napok keretében ismerkedhetnek a 8-os diákok és szüleik a Móricz Zsigmond gimnázium szellemiségével. Október
október 20-án megjelenik a felvételi tájékoztatónk, és ez is egy sorozat lesz. Tehát lesz egy olyan tájékoztató délutánunk, ami nagy nyilvánosság mellett, ahol megnyitjuk a felvételi időszakot, és november első hetében egy péntek délután, utána következnek a felvételi tréningjeink, több nyílt napot is tartunk, amikor meg bele lehet nézni az intézmény életébe, pont a jelentkezők és érdeklődők már száma miatt nem egyet tartunk, mert tehát ez nem egy életszerű helyzet, hogyha 600 ember néz, másik 400-at, hogy hogy dolgozik, tehát több alkalom lesz erre, és hát erről időben honlapon, illetve a felvételi tájékoztatóban folyamatosan tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket. A 20-a az a bűvös dátum, ami után minden nyilvános lesz. A hétvégén a történeteken keresztül felelevenedett a múlt egy rövid időre az egykori diákok és tanárok segítségével. Azt szoktam mondani, hogy életem legboldogabb korszakam az a 15 év volt, amelyet itt töltöttem a gimnáziumban. Nem ebben az épületben, hanem lent a régi épületben. A második tanév közepén jöttem tanárként, és aztán dolgoztam 15 évig, és élveztem a tanári életet, meg a gyerekek közelségét. Ez volt az én legnagyobb örömem. Történelmet és magyart tanítottam, amely azt hiszem a könnyebb tárgyak közé tartozott, nem mindenkinek természetesen. A gimnázium elég szigorú volt, magas színvonalat akart elérni, és nagy követelményeket támasztott. A mi feladatunk az volt, hogy magunk is a legjobbat nyújtjuk, hogy a gyerekek tudják azt a igényt kielégíteni, amit az iskola támasztott velük szemben. Többnyire tudták. Szerencsére nagyon sikeres diákjaink voltak, világhírű tudós is van közöttük, a püspök uramnak tanítottam én a világnézetünk alapjait diákként, meg akartam győzni arról, hogy a világ anyagi, és nem kell feltételezni az Isten létét, és erre ő elment papnak, és bizonyított nekem olyasmit, hogy ha nincs, akkor is van valami, amit kell tisztelni és szeretni. Sok orvos, pedagógus volt a tanítványaink között, sikeres emberek, és azt hiszem boldog emberek is, mert kiegyensúlyozott életet éltek. Erre is tanítottuk őket. A régi történetek mellett a jelenről is beszéltek a találkozó résztvevői, mert egymás sorsát folyamatosan nyomon követik. Én 1962-ben érettségiztem, született Szentendrei vagyok. 58-ban, amikor én kezdtem a gimnáziumot, akkor volt a leges-legelső negyedik osztály. Igen, szigorú gimnázium volt akkor, igen, magas színvonalon, szigorú házirenddel. Például olyan házirend volt, hogy télen szülői felügyelettel este 8-ig lehettünk az utcán, nyáron szülői felügyelettel este 9-ig. Hát ha most elmondanám a tini gimnázistáknak, lehet, hogy ezen nagyot nevetnének. Én alapító, ugye Marosvölgyi Lajos bácsi, aki most márciusban töltötte a 90. évét, hála jó Istennek. Hát ő 4. osztályban, ő volt a tanárom, meg az osztályfőnököm, és mikor eldöntötték, hogy indul a Móricz Zsigmond gimnázium, illetve a Móriczos Öregdiákok Egyesülete, akkor elsők között hívott meg engem, mint volt diákot, és én kezdetektől tagja vagyok a Móriczos Öregdiákoknak. Az idei évben nem csak a 60. jubileumi év kerül az iskola életének középpontjába, de újdonság, hogy elindult a vízilabda szakosztály is. Azok a 8-osok, akik szeretnének csatlakozni a nagy hagyományokkal rendelkező gimnáziumhoz, október 20-a után a nyílt napokról az iskola weboldalán találnak tájékoztatást. Ebben az évben ünnepli fennállásának 65. évét a Szentendrei Muzika Beáta Kórus. A vegyes kart Kovács Lajos karnagy alapította 1950-ben. A születésnap alkalmából szombaton a Városháza dísztermében adott hangversenyt a kórus.
A Muzika Beáta kórus 65 év után a mai napig töretlen lelkesedéssel működik. Ebben az évben is több fellépésük volt itthon és külföldön egyaránt. Jubileumi koncertjük október 17-én volt a Szentendrei Városháza dísztermében. A közel 60 tagú, 4 szólamú vegyeskar repertoárján nagyrészt magyar szerzők kórus művei szerepeltek. Háromszorosan is különleges ez a mai alkalom. Eleve az, hogy 65 éves egy kórus, ez Magyarországon is nagyon nagy dolognak számít. Tőlünk nyugatabbra vannak több évszázados hagyománnyal rendelkező együttesek, de ez a 65 év hazánkban is nagyon ritka. A másik, hogy az alapító kar nagyon Kovács Lajosnak a lánya, Kovács Zsuzsa, mind a mai napig, mind karnagyként, mind pedig minden próbának aktív résztvevőjeként is közöttünk van. Ez nagyon nagy érték, nagyon nagy boldogság nekünk, és egyben a hagyományoknak az átörökítése is. A harmadik örömünk pedig, hogy egy ősbemutatóra is sor kerül ezen a mai koncerten. Andorka Péternek, köztünk élő fiatal zeneszerzőnek, aki egyébként szentendrei születésű, szerzeménye fog elhangozni, melynek a versét egy költő, festőművész, kórustagunk írta. A repertoárba főleg magyar szerzők művei kerültek, és nagyon vidám darabok, amelyek ugye az éneklés örömét fejezik ki, tehát Bárdos, Farkas, Karai József szerzeményei, de természetesen felcsendül Wolf Péter Muzika Beáta dala is. Kórusunkról azt érdemes tudni, hogy a legkülönbözőbb foglalkozású életkorú emberek alkotják, céljuk a közös éneklés öröme, és heti egy alkalommal keddenként próbálunk, nagyon sokat kirándulunk, de sokat szerepelünk is természetesen. A koncerten szólót énekeltek Zádor Marian és Brezanóci János. Zongorán kísért Balaskó Mária zongoraművész. Az ünnepi műsor kiemelkedő eseménye volt az ősbemutató. Andorka Péter, Orgoványi Anikó, Szentendre című kórusművének bemutatása. Az eseményen a szerzők is jelen voltak. Orgoványi Anikó a dal szövegének szerzője elszavalta a verset. A Muzika Beáta kórus legközelebb december 20-án a főtéri gyertyagyújtáson hallható majd, és ezen a napon lesz a már hagyományos karácsonyi kamara koncertjük is a Péter Pál templomban. Először rendeztek víz alatti hoki országos bajnokságot Szentendrén.
A hatfős csapatoknak 15 perc alatt kellett minél többször a csaknem másfél kilogrammos ólomkorongot az ellenfél kapujába juttatni. A különleges sportot itthon csaknem 100-an játsszák, közöttük nők is. A vizes 8-as uszodában megrendezett verseny győztese ott lehet majd a jövő évi dél-afrikai világbajnokságon. 11 hatfős csapat mérte össze erejét víz alatti hokiban. A különleges sport már a 90-es évektől népszerű itthon. Országos bajnokságot most rendeztek először. Már az alapfelszerelés sem mindennapi. Én úgy gondolom, hogy ez egy extrém sport, közelít egy extrém sporthoz. Ugye a leginkább érdekes benne az, hogy 3D-be játsszuk. Ugye nem csak előre, hátra, jobbra, balra kell helyezkedni, hanem lefel is. Ugye ezáltal nagyon fejleszti a koordinációs képességeinket, illetve a térlátásunkat. Ez a sport 1950-es években találták ki ezt a sportot Angliába, és azóta az angol száz országokban futótűzként terjedt. Új-Zélandon diákolimpia van ebből a sportból, minden gimnáziumnak van vízoki csapata. Itt Magyarországon meg Közép-Európában viszonylag kevésbé terjedt el az úszodahiánynak köszönhetően. Jelenleg Magyarországon 3 városban űzik hivatalosan a sportot. Körülbelül 100 olyan sportoló, aki aktívan részt vesz az edzéseken. A hokiba igazából olyan szempontból hasonlít, hogy a korong nagyon hasonló. Annyi a különbség, hogy egy picivel nehezebb, és műanyaga van bevonva, illetve az ütőnk az sokkal kisebb ugye az ellenállás miatt. Egy mérkőzés az ilyen bajnoksági szinten 15 perces, nemzetközi versenyeken 2x15 perces. Ugye a felszerelésünk az áll egy uszonyból, békatalból, ugye maszkból és pipából, illetve egy ilyen gumírozott kesztyűből, hogy véletlenül se üssük meg egymást. Egyszer a vízbe 6-6 fő lehet egymás ellen, de további 4-4 csere lehet mind a két csapatnál. A csere igazából az folyamatosan működhet, bárki bármikor ki lehet cserélni, de a vízbe egyszerre csak 6 fő lehet. Nagyon vegyes a társaság, rendkívül vegyes. Az egészen kicsi 9 éves gyerekektől vannak 60 évesekig jelen most itt a bajnokságon. A gyerekeknek azért előnyös, mert a térlátást, illetve a koordinációt nagyon fejleszti. Továbbá a kommunikációt is, mert ugye mi a víz alatt nem tudunk kommunikálni, és ezért a megszokott kommunikációs forrástól vagy más kell keresni, ugye a metakommunikációt, hogy az emberek hogyan mozognak, és ugye ezt lehet fejleszteni. A versenynek a vizes 8-as uszodai szabadidőközpont adott otthont, ami idén több újítással várja a látogatókat. Megkerestek minket, hogy egyáltalán fogékonyak vagyunk egy ilyen programok szervezésére, és természetesen igent mondtunk. És a jövőben is, hogyha bármilyen fura program ötlete van bárkinek, keressen meg minket. Amit lehet, azt mi meg fogunk oldani, boldogan adunk helyet a legmeglepőbb ötleteknek is. Mondjuk úgy, hogy ez egy ilyen próbaüzem, hogyha az uszoda tényleg megfelel rá és tetszik a fiúknak, akkor mi boldogan állunk rendelkezésre. Az első 4 helyet magyar csapatok szerezték meg, a szerbek egyetlen külföldi résztvevőként az 5. helyen végeztek. A budapesti csapat 7-0-ra verte a pécsieket a vegyes divízió döntőjében, és a női divízióban is fővárosi győzelem született. A kemény edzések célja a győzelem a 2016-os dél-afrikai VB-n, amire esélyes lehet a magyar válogatott, ha ilyen tempomban fejlődnek a csapatok. Értesítjük nézőinket, hogy 2015. október 3-ától már csak digitális hálózaton érhető el a TV Szentendre műsora, a UPC kábelhálózatán a 220 MHz 512-es csatornán. Analóg adásunk október 3-ától megszűnt. Ezzel mai híradónk végéhez értünk, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan 7 embere című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!